Sziasztok, Helena vagyok, és ez itt az én könyvtáram. Nagyon régen volt már kinges tartalom, ez részben az én novemberi kényszerszünetemnek is köszönhető, másfelől pedig az utolsó könyvét nagyon lassan sikerült elolvasnom, több mint 2, sőt majdnem 3 hónapot vett igénybe az elolvasása. Na de nézzük is, miről van szó. Tehát van itt ez a tündérmese, amit én nagy stílusosan King születésnapján szeptember vége felé kezdtem el olvasni, és úgy esett, hogy most december közepén sikerült csak befejeznem, egészen pontosan 14-én, 0 óra 17 perckor. Eléggé megcsúsztam vele, az az igazság, részben azért, mert akadtak az ősz folyamán olyan könyvek, amelyeket egy kihívás miatt kellett priorizálnom. Másfelől november folyamán elég kevés időm maradt olvasni, és néhány oldal után abba kellett hagynom, vagy elaludtam, vagy valami történt. Így nagyon lassan tudtam csak haladni vele, hangsúlyozom, nem a könyv hibája, hanem természetesen itt is velem van a baj. A tündérmese egy fantasy, lehet, hogy inkább azt kellene mondanom, hogy dark fantasy történet, mert Stephen King-től mi mást is várunk, 640 oldal. Láthatjátok, hogy egy elég vaskos kis olvasmány, ami alapvetően nem lenne baj, mert elég nagybetűs, és ilyen gyönyörű szép illusztrációk is vannak benne a fejezetek elején, amiket én nagyon szerettem. A nyelvezettel sincsen az ég egyet a világon semmi gond, nagyon könnyen olvasható, és ugyan nem egy pörgős darab, és én úgy vettem észre, hogy a második felében egy kicsit le is ült a mély mandalénás jeleneteknél, azért lehetne vele haladni, ha az embernek van rá ideje. Alapvetően ez tényleg nem egy rossz könyv. Nekem nagyon tetszett az alapötlet, és szeretem is azt, amikor King másik világokról ír. Ez most nem az a világ, amelyben az én kedvenc Roland Deschenem szerepel, hanem ez egy másik, azok közül, amelyeknek a tengelyén valóban mindig a sötét torony áll. Ez most nem az. Ugyanakkor ebbe a világba is nagyon-nagyon szívesen elkalandoztam volna. Találtam is némi hasonlóságot Roland Deschen világával kapcsolatban, de tényleg nem teljesen ugyanolyan. Viszont itt is azért vannak zűrök. Történet elején még annyira talán nem is tűnik fel, hogy itt egy másik világbeli dologról, utazásról lesz szó. Charlie egy középiskolás fiú megmenti egy morcosnak ismert, magának való öregember életét, majd ezután gondját viseli neki és a kutyájának is. Mindeközben derülnek ki már olyan dolgok, amelyek sejtetik azt, hogy itt valami azért nem egészen úgy van, ahogy ezt az ember gondolja, már csak azért is, mert Charlie nem mehet be a ház udvarán álló fészerbe. Egyébként ezekkel a fészerekkel állandóan csak a gond van, valami mindig van bennük, aminek nem kellene ott lennie. Furcsa bujikok, elrabolt nők, másik világba vezető átjárók, tehát ezekkel mindig van valami, ebben biztosak lehetünk már, ha eleget olvastunk. Itt is ez történik, hogy nyilvánvalóan van ott valami, ami miatt Charlie nem mehet oda be, csak a megfelelő időben. Ez végül el is jön, amikor Mr. Bowditch elhagyja ezt a földi világot, és kiadja Charlie-nak azt, hogy vigyázzon a kutyára, radarra, és amennyiben úgy gondolja, tegye meg a megfelelő lépéseket, miután a fészerbe bemegy, és azon a bizonyos lépcsőn lemennek. Charlie természetesen ezt az utazását is nagyon gondosan megtervezi, bár hosszabbra nyúlik, mint amilyennek elsőre gondolja. Még csak nem is azzal van a probléma, hogy követi az utasításokat, és a megfelelő emberekkel találkozik, akik elirányítják még az utánuk következő megfelelő emberekhez, és még azzal sincsen gond, hogy sikerül radar életét is megmenteni, úgy, ahogy eltervezték, ahogy le volt írva. De ez azért nem egészen így megy King világában, hogy csak úgy hopp, sikerül minden, hanem természetesen bonyodalmak
sorozata következik a visszaúton, amikor is Charlie eltéved, majd egy mély mandalina nevű börtönben esik csapdába, és ez hosszabbítja meg tulajdonképpen az ő itt tartózkodását Empice-ben, a másholban, ahogy még lehet nevezni ezt a világot. Innentől kezdve lassul le igazán a történet az én számomra, de lehetséges, hogy itt is velem van a baj, amiért én ezt lassulnak éreztem, de itt egyre lassabban történnek a dolgok, egyre kevésbé pörög a cselekmény, és csak várunk, amíg valami történik, ami egy kicsit előre mozdíthatna ezt a dolgot. Persze van itt is egy trombitorló, aki úgy alakítja a világnak a dolgait, ahogy az nem igazán megfelelő a polgároknak. Itt is van egy szürke kor nevezetű betegség, amivel szintén csak a baj van, és aki ezt nem kapta meg, az mind ott raboskodik a mandalinában. Van itt azért cselekmény, és ezt azért mondom ennyire sejtelmesen, hogy ne nagyon spoilerezzem le a könyvet azoknak, akik még nem olvasták, de ezután szeretnék. Tehát itt egy kicsit leül a cselekmény, viszont mivel ez egy tündérmese, ezért én nagyon reménykedtem benne, hogy tényleg tündérmeséhez illő vége van, és annyit azért spoiler nélkül elmondhatok, hogy tényleg tündérmesébe illő vége van, és az ezutáni fordulat is megfelel annak, amit egy tündérmeséhez képzelünk. Hát ezzel semmi gond nincsen. Mindeközben, amíg a történetet olvassuk, nagyon sok áthallást hallunk más mesékre, amelyeknek a lenyomata megjelenik ebben a másik világban, amelyben Charlie eltölti ezt a bizonyos időt. Nagyon sok utalás van Lovecraft történeteire is, illetve King szokása szerint saját magára is utal a történet folyamán. Már a 40. oldalon Radart Cujohoz hasonlítja, amin tényleg csak felnevetni tudtam. És természetesen, mivel mindennek a középpontjában a sötét torony áll, nem hiányozhat egy arra történő utalás sem, már azzal is egy kicsit mutatja ezt az áthallást, hogy a légigyilkosnak nevezett trónbitorlónak egy bíbor színű köpenye van, na vajon miért? Illetőleg elhangzanak olyan mondatok benne, mint vannak még más világok is, amely a Sötét Torony első kötetére egy utalás, illetve a hosszú napokat és kellemes éjszakákat fordulat, mint köszönés, ugyanúgy elhangzik benne. Charlie apukája olvasta valamilyen könyvben. Igen, a Sötét Toronyban. Nem hiányozhatnak tehát ezek az áthallások sem. Minden esetre nagyon szuperül összerakta King ezt a rengeteg mindent. Ja, és természetesen egy olyan karakter sem hiányozhat ebből a könyvből sem, akinek soha semmilyen körülmények között nem mondjuk ki a nevét. Bizony. Összességében én erre a könyvre 4 csillagot adtam a Mojón, nem azért, mert bármi bajom van vele, tény, hogy a közepén, ahogy említettem, egy kicsit lassabb a folyása, de ez emiatt tényleg nem kellene, hogy ez rossz legyen. Inkább nekem szól megint csak ez a csillagozás, hogy egy kicsit jobban figyeljek oda, hogy meddig húzom egy könyvnek az olvasását, mert ez egy kicsit túlságosan hosszúra sikerült, és egy kicsit olyan érzésem van, mint ami a Talizmánnál is volt annó, hogy túlságosan hosszúra nyújtottam, és már amiatt vett el az olvasás élményéből, hogy ennyi ideig ültem rajta, és ennyire nem tudtam időben befejezni, hogy ennyire szétszabdaltam, és tényleg képtelen voltam egy normális idő alatt végigolvasni. Elképzelhetőnek tartom nagyon is, hogy egy valamikori újraolvasás alkalmával még több csillagot tudok adni erre a könyvre. Charlie egy imádnivaló karakter, Radar egyszerűen csúcs, tehát egy ilyen kutyát én is imádnék, és biztos, hogy én is meg akarnám menteni a haláltól szegénykét.
És én még igazából Mr. Bowditch-ot is szerettem a fanyar humorával, azzal a csipkelődő stílusával. Nekem tényleg egy szimpatikus karakter volt ő is, és természetesen Empis lakói is, szinte mindannyian szimpatikus karakterek voltak a számomra. Aki nem, azt, aki olvasta már a könyvet, nyilván tudja, hogy kik ők, és miért nem kedveltem az ő személyiségüket. Szeretettel ajánlom egyébként ezt a könyvet mindenkinek, annak is, aki még nem olvasott Kinget, annak is, aki ismeri a munkásságát, és annak is, aki a fantasy mint műfajt szereti, és egy kicsit elmozdulna egy dark fantasy-ba hajló irányba, mert ez sokkal inkább abba hajlik, mert ha olvastátok a könyvet, írjátok meg kommentben, hogy mi volt róla véleményetek, hogy tetszett nektek. Ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!